Szőgyényi Gábor vagyok, a Ráckevei Molnár C. alapítványnak az elnöke. Őszén lett Ráckevén egy olyan önkormányzat megválasztva, amelyik a turizmus tűzte ki, hogy Ráckevén egy kicsit föllendítjük a turizmust, és egy olyan fölhívást tett közzé, hogy valami olyasmit találjunk ki Ráckevére, ami egyedül a városra jellemző, kötődik a város történetéhez, és turisták is látogathatják. Hát akkor jött ez az ötlet. Ez mondhatom azt, hogy saját ötlet volt, akkor fölkerestem a akkori város polgármesterét, dr. Dávid Lászlót, hogy mi lenne, hogyha ezt a 1967-ben, mint műemlékként ugyanitt elsüllyedt Gyurcsikféle 12-es lajsomszámú hajómalmot újraépítenénk az eredeti gépek felhasználásával, és úgy, hogy mint egy üzemlátogatás szerűen végig lehessen nézni, hogy hogy készül a buzából liszt. Erre az önkormányzat egy rövid gondolkodás után rábólintott, és innentől kezdve egy hatalmas városi összefogással, amiben a város tényleg a mesteremberei, a kereskedői, a testvérvárosok, mindenki összefogott, és 3,5 év alatt, 2010-re újjáépítettük a Ráckevei hajómalmot, és ugyanúgy üzemszerűen működik, lehet végignézni az őrlési technológiát. Elég nagy forgalmunk van egy évben, a 6-7 ezer turista, fizető turista látogatja a Ráckevei hajómalmot folyamatosan. Ezt egy maroknyi kis helyi lelkes csapat, akik építették, azok közül még nagyon sokan itt vannak, és közben fiatalabbak is csatlakoztak hozzánk, akik vasárnaponként társadalmi munkába üzemeltetjük a hajómalmot, hétköznap pedig van egy alkalmazott, aki ellátja a hajómalom felügyeletét, és végig kalauzolja a turistákat és hát a látogatókat a hajómalomban.